Így több, hogy emlékszem, hogy ültem, néztem, és így. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy ilyen könyvek kontra filmek videó lesz, ez is már egy eléggé megszokott videótípusom, így januárban végképp. Ugye minden januárban van egy videó, amiben megvizsgálom, hogy milyen adaptációk jönnek az adott évben, illetve hogy mik voltak, amiket néztem előző évben, és előző éves adaptációk voltak lehetőleg, és hogy azokról mi volt a véleményem, úgyhogy ez most ez a második lesz, tehát 2022-es könyvből film per sorozat adaptációkról lesz ma szó. Egész sokról, viszont ugye fele olyan, ahol a könyv alapot is hozzá tudom mondani, de nézzük is akkor, hogy milyen adaptációkat néztem 2022-ben, amik tavalyiak is, tehát hogy 2022-es adaptációk. Első az nem más, mint az Úr sötét anyagai harmadik évada, ami Philip Pullmantól a Borostyán látcső adaptálása gyakorlatilag. Nekem már a második évada az Úr sötét anyagai sorozatnak nagyon-nagyon unalmas volt. Az a helyzet, hogy a második könyv az ilyen nagyon vékony volt belőle, ugye? Tehát a kettő egymáshoz képest. Én nagyon azt éreztem, hogy a második évadban nem mentek bele a harmadik könyvbe, de kifogytak a sztoriból, hogy egy teljes évad legyen, tehát hogy nagyon szét volt húzva. És ahhoz képest, hogy a harmadik könyv ilyen vastag, a harmadik évadnál is ugyanezt éreztem, tehát nem emlékszem már annyira a könyvekre, elég régen olvastam őket, újra is szeretném olvasni őket, meg az előzmény, nem előzmény sorozat, de ugye a Porkönyve sorozatát is szeretném olvasni Philip Pullmannak, de ahhoz először újra kéne szerintem olvasnom ezt, mert sok minden már nincs meg így a könyvekből, főleg szerintem a harmadik könyvnek egy bizonyos részére emlékszem, egy bizonyosra nem. Nagyon sokszor azt éreztem a sorozatnál, hogy nem történik semmi. És most nem emlékszem, hogy a könyv is ennyire ilyen nem történik semmi volt, de én úgy emlékszem, hogy nem. Mármint amíg emlékfoszlányaim vannak róla, amikor olvasom. Tehát az első évad tök jó volt, és a második, harmadiknál mintha úgy elvesztették volna. Viszont én nem tudtam, hogy a Porkönyv a második része az ezután játszódik. Úgyhogy most már tudom, és ezért is szeretném még jobban elolvasni egyébként is. Évek óta váró listás az a sorozat is. De végre kaptam valami vizuált arra, hogy hogyan kell elképzelni a kerekező elefánt állatkákat, mert hogy le volt írva a könyvben, de nem tudtam elképzelni. Egyszerűen nem tudtam, hogy kéne elképzelni. Meg én a végső harc jelenet a könyvben is nagyon zagyva volt, tehát hogy is semmit nem értettem. Nem sok mindenre emlékszem a harc jelenetből. Hát nem tudom igazából. Jó, sírtam a végén, mert azért Philip Pullman az elég kegyetlen húzást csinál a végére, de hogy így ennyi, tehát azt érzem tényleg, hogy kicsit nem tartotta fönn a figyelmemet a sorozat. Na, mondjuk ezt. A következő a Rings of Power sorozat, vagy mi az hatalom gyűrűi, a gyűrűk ura hatalom gyűrűi sorozat az Amazon által. Megmondom őszintén, ezt nem néztem még végig. És nem tudom, fogom-e. Hol a könyv? Itt van egyébként nálam. A Silmarilok. Nyilván nem mert nem a Silmarilok joga nincs meg nekik, hanem azt hiszem a gyűrűk ura könyvek és a függelék jogai. Na most a Silmarilokból én nem sokra emlékszem. De aki olvasta a Silmarilokat, az szerintem meg tudja érteni. Mert ez egy nagyon tömény töri könyv. Úgyhogy nem tudom, mi történt a másodkorban. Tehát én úgy álltam neki a Rings of Power sorozatnak, hogy még jó is lehet. Nagyon furák benne a tündék, és láttam egy videót, amiben azt mondták, hogy de azért, mert itt oldalt nagyon föl van borotválva a hajuk, és egyébként tényleg borzasztó, hogy ideig fölnyírták nekik a hajukat, minek. Mindegy, ez ilyen részletkérdés. Három részt láttam? Vagy négyet? Nem tudom, Balázs miután adta föl. Nem tudom, mikor indult be az a sorozat. Láttam többféle beszámolót is róla. Az a helyzet, hogy így a három vagy négy részt néztünk meg belőle, és ez is bűnudalmas volt számomra. És én azt fogalmaztam meg a hatalom gyűrűivel szemben addig a pontig, ameddig láttam,
Nekem az volt a bajom, hogy én olvastam a Gyűrűk urát, tehát valamennyire képben vagyok azzal is, ami nem, tehát nem csak a film, nem csak a Gyűrűk ura filmekből vett tudásom van, hanem azért a könyvből is, meg a Silmarillokból is némi dolgokra emlékszem, tehát nagyjából vágom, mik voltak a fák, amiket emlegettek az elején, de annyira már nem. Igen, de nem, inkább nem mondok neveket, mert a Tolkien, nagyon tőzsgyökeres Tolkien fanok még a végén meglincselnek, hogy én nem tudom elég jól a dolgokat. Én nagyon azt éreztem a sorozat kapcsán, hogy az ilyen hardcore Tolkien fanoktól az a visszajelzés jött, hogy túl sok mindent változtattak, és számukra nem volt értelme a változtatásoknak. Aki nem olvasott Tolkient, azaz Balázs, tőle az jött vissza visszajelzésként, mikor néztük, hogy fingja nincs, hogy mi történik a sorozatban, ki kicsoda, hol vagyunk, mit, semmi, egyáltalán nem volt képben semmivel. Én meg, aki így a kettő közé esek, nekem se volt így fogalmam egy csomó dologról. Mármint egyes dolgokat vágtam, az összes többit meg nem. És én azt éreztem, hogy tehát aki nem ért, nem tud semmit a Tolkien világról, mondjuk a Gyűrűk ura filmeken kívül, annak nem ad eleget a film, vagy, nem, vagy annak túl sok információt ad a film, igen. Tehát, hogy túl sok az info, és nem tudja az infókat összekötni, vagy mi a sorozat. Aki meg hardcore Tolkien fan, annak meg nem a deleget. Nekem is sok olyan dolog volt, amivel nem voltam képben, vagy nem vagyok képben, és nem értettem, mi történik. Főként, tehát, hogy egy csomó mindenről, hogy azt se tudtam, micsoda, meg hogy így, hogy kerülünk ide, meg ez, micsoda, meg így. Tehát, hogy ilyen elég vaskos Tolkien világa, és szerintem baromi nehéz egy olyat adaptálni. Tehát a Gyűrűk urát azért volt könnyen, mert annak volt egy kifejtett sztoria. A Rings of Powerhoz meg írtak egyet, ami nem feltétlenül állja meg a lábát. Mert hogy ugye nyilván a Silmarillokban nem így történnek az események, meg össze is kellett tömöríteni, és így kicsit ilyen nagy katyfasz lett belőle, hogy a negyedik részig bezárólag, ameddig láttam. Meg tudom, hogy mindenki szerelmes Sauronba jelenleg. Így nagyjából láttam, hogy mi történik az egyes epizódokban, nem tudom, be fogom fejezni valaha is elejétől végig az első évadot. Ja, meg volt benne egy ominózus jelenet, ami nem tudom, hogy most a harmadik vagy a negyedik részben, de hogy tehát az ilyen teljes WTF volt, bele kellett tenni, valamivel kellett 15 másodpercet vagy egy percet beletenni a sorozatba, ahol semmi nem történik. Volt egy lóháton vágtatós, parton vágtatós lassított jelenet, ahol Galadrielnek így lobogott a ruhája. És az a jelenet teljességgel indokolatlan volt, a slow motion is, az az egész, nem értettem, tehát valami olyasminek kellett volna, nagyon örül neki, hogy lovagolhat, de hogy amúgy ennek most mi köze a sztorihoz, na mindegy, tehát az ottani, éppen akkor lévő sztori, mindegy, tehát nem tudom, egyszer még lehet folytatom, befejezem, nézem, nem tudom, nem éreztem különösebb készítetést arra, hogy folytassam. Szóval ez volt a Rings of Power. Aztán ugye a másik nagy sorozat, ami jött idén, az a Sárkányok háza volt, amit szintén elkezdtünk, azt meg az ötödik részig láttam, vagy a hatodikig. És utána láttam részleteket az utána lévő részekből, és láttam az utolsó részt, mert anyáikkal végignéztem, mert azt is Balázsral így félúton föladtuk, mert az is kezdett nagyon unalmassá válni. Nyilván az volt végig a sztoria annak is, hogy vajon ráülhet-e a trónra Renira vagy sem, és így ezen ment a húzavonal. Tehát minden egyes rész ugyanarról szólt, és itt most nem tudom, annyira nem volt meg az, mint a Trónok harcában annó, hogy ott itt történt több dolog, hanem itt csak ez az egy sztori volt, és ez egy kicsit unalmassá vált egy idő után. Az első rész után így egész éreztem a Trónok harca fanatikusságomat, hogy így jön vissza, de aztán így elpárolgott a semmibe újra. De szerintem azért, mert hogy pont azt, tök izgi lenne a Targaryen házról látni, tehát tök izgi volt így a Targaryen házról látni dolgokat, de hogy ez pont a Targaryen ház hanyatlása előtti pont volt. Tehát, hogy jó, tudom, most már berendeltek valami a még, tehát ilyen kezdeti Targaryen-es sorozatot is, meg valamiért lesz Jon Snow-ról is sorozat, ami miért, pedig szeretem Kit Harington-t, meg a karakterét, de hogy miért, mindegy. Igen, mit akartam, valamit még akartam a House of the Dragon kapcsán mondani.
Ja, nem tudom, csak azt tudom, hogy így minden egyes héten a Facebook az mindent elspoilerezett így belátható időn belül. Szóval mindent tudok, ami történt gyakorlatilag, csak nem láttam végig. Tehát így ez a Rings of Power meg a House of the Dragon volt a két ilyen nagyon nagy sorozat, ami volt 2022-ben. Egyiket sem néztem végig, és egyiket sem mondanám kifejezetten olyan kiemelkedő élménynek, úgy amennyit láttam belőle. Úgyhogy, ja, ezek így annyira nem találtak be nálam. Valamit, mintha még akartam volna mondani. Ja! És tőlem volt naív, tudom, hogy én voltam a butus. Tehát amikor megnéztük az első részt, én akkor így hirtelen investálódtam a sztoriba, aztán minden egyes részsel egyre jobban elvesztett. Mert én egy pillanatig elfelejtettem, hogy ezt a könyvet, szintén George R. R. Martin, hogy ez George R. R. Martin. És én egy pillanatra elhittem, hogy ó, tök jó egy trónok harca világában játszódó sztori, és akkor majd a Rhaenyra lesz a királynő, és akkor ezt fogjuk látni. Ez azelőtt volt, hogy elolvastam a Wikipédián, hogy mi történik egyébként ebben az időszakban, meg azelőtt, hogy néztük volna tovább a sorozatot, és akkor rájöttem, hogy ja, nem lesz ilyen, mert ez nem az a könyv, meg ez nem az a világ. Úgyhogy én egy pillanatig volt bennem egy reménysugár, és akkor tök fellelkesedtem, hogy ez tök izgi lesz, és aztán nyilván az lesz belőle, hogy mindenki meghal, és nem lesz Rhaenyrából egy túl nagy királynő. Mármint szerintem ezzel nem árulok el spoilereket, meg mindenki tudja körülbelül, hogy mi fog történni, vagy ha nem, akkor bocsánat, de hogy trónok harca, mindenki meghal. Elég erőszakos módon lehetőleg, szóval ennyi. Szóval én azt hittem, hogy ez lesz a sztori, hogy ő lesz a királynő. Tehát én azt hittem, hogy ez lesz a sztori, hogy Rhaenyra ráül a trónra, és akkor utána történik valami, mert én már nem emlékeztem, nem emlékszek semmire, ami a trónok harcában említve volt könyvben, meg sorozatban, meg bármi, meg nem olvastam ennyire így a... Nem voltam képbe ezzel egyelőre. És aztán így rájöttem, hogy ez nem az. Ez nem az lesz. És úgy már nem volt annyira izgi, mert akkor onnantól ugyanaz, ami a trónok harca is volt, hogy mindenkit megölünk és harcolunk a trónért, és így... Már nem hoz ez lázba. Következő meggyőző érvekből volt egy Netflix filmünk, amit egy ideig vártam. Ez fájt. Ez az adaptáció kifejezetten fájt. Nincs bajom azzal, hogy az ilyen könyveket kicsit modernizáljuk, mert ez a Bridgertonba is valamennyire bejött. Ennek a filmnek ez nem állt jól. A fő szereplő, vagy a fő szerelmi szál férfi tagja egyáltalán nem mozgatott meg bennem semmit, ellenben az, akit nem kellene bírnunk, az sokkal jobban nézett ki, na mindegy. Tudom, hogy ez is részletkérdés. De ami dolgokat ebben a... Nem. Fájt. Annyi dolog fájt ebben az adaptációban. Nem volt jó. Mindegy, nem volt jó. Úgyhogy ezt a filmet ne nézzétek meg, nem jó. Inkább olvassátok el a könyvet. Nekem nagyon nem tetszett. És nem a modernizálással lett volna a probléma, hanem túlmodernizálással. Tehát azért elég meredek volt exeknek hívni őket, meg azt megértem, hogy üvegből isszuk a bort, de olyan beszélgetések, meg szavak, meg viselkedések voltak benne, hogy tehát a Bridgertonban is az, hogy megtartja a korabeli beszédet, és hogy közben egy kicsit behozza a modernebb dolgokat is. Olyan volt, mintha nem tudom, így a jelenleg ilyen TikTokos nyelvvel újraírtuk volna a meggyőző érveket. Tehát, hogy konkrétan a nyelvezete rontotta. Tehát még az hagyján, hogy amik történtek benne, bizonyos dolgok kicsit ilyen nagyon VTF-ek voltak, kicsit nagyon, de hogy a nyelvezete az rontotta el. És erről néztem egy videót, és ott mondták ezt, és ott tényleg rávilágítottak erre, és tényleg onnantól rájöttem, hogy ez zavart a legjobban, hogy pedig meg lehetett volna csinálni jól is, nem csinálták meg jól. Következő Heartstopper, ez most a második rész, de mindegy, de azt hiszem, hogy így körülbelül ez is benne volt. A Heartstopper sorozat is csodálatos, csodálatosak a képregények, minden csodálatos, nézzetek Heartstoppert. Erről nem kell többet elmondani. És, mint rájöttem, már megnéztem IMDb-n, de hogy pont a Lajmon hangja is ő, aki Nicket játsza. Jó, szóval ezek voltak azok, amik, hát amiket olvastam is alapot. És akkor nézzük a továbbiakat. A következő, az a Jók és Rosszak iskolájának volt az adaptációja. Én nem olvastam a Jók és Rosszak iskoláját, és nem is terveztem egyébként megnézni a filmet. Aztán leültünk és megnéztük, és egész tetszett. Egész
meghozta a kedvemet, hogy elolvassam a könyveket, bár féltéglák, és így annyira félek tőlük. Nem tudom, annyira így nem nézett, ugye ezt én annyira nem követtem, hogy azt se tudom, hogy egyébként így az olvasók véleménye mi ezzel kapcsolatban, de hogy magában, mint film, úgyhogy nem olvastam a könyveket, tetszett. És egész jó volt, és érdekes volt, igen. Tetszett, ahogy megcsinálták, úgyhogy majd nem tudom, lehet egyszer eljutok odáig, hogy el is olvassam. Meg kíváncsi vagyok, hogy lesz a folytatás a filmben, mert azért ez is egy 5-6 részes sorozat talán, szóval azért ez elég sok film. Következő, szóval ez egy ilyen Romeo és Júlia sztori, kicsit másként, és egyébként nem a Romeo és Júlia könyv alapján van, hanem egy Romeo és Júlián alapuló, vagy annak a sztorián alapuló könyv alapján van, ez a Rosaline volt, amiben gyakorlatilag Romeo és Júlia sztori, csak nem őket követjük, hanem Rosalint, aki Romeónak a másik barátnője, mielőtt Júliával összejöttek volna. És ez a film, ez egy olyan romkom volt, ami a jófajta romkomok egyike, és olyan jól esett végre egy ilyen romkomot nézni, hogy kétszer is megnéztem, viszonylag rövid időközön belül, és így magában, mint egy romkom, csodálatosan jó volt. A könyvnek csak beleolvastam a fülszövegébe, és nem akarom elolvasni, szóval azt nem. De ezt az adaptációt belőle jól megcsinálták, mert azt hiszem a könyv egyébként az modern korban játszódik, de az adaptációja, ez a Netflix, az is Disney Plus, nem, ez nem, de nem. Ez vagy Disney-s, vagy HBO-s volt. Mindegy, nekem nagyon tetszett, tehát egy igazán vicces, könnyed romkomra vágyik az ember, tök jó, meg így kicsit beszól a Romeo és Julia sztorinak is, és zseniális volt, szóval én nagyon-nagyon bírtam. Csak ugye ez is, hát elvileg ugye könyv alapján van, de úgy láttam, hogy elég lazán érintkezik a könyvvel. Következő, Bridgerton második évada, megnéztük végül ezt is. Nekem ez jobban tetszett, mint az első. Elgondolkodtam egy pillanatra, hogy akarok-e Bridgertont olvasni, de aztán elolvastam a Bridgertonhoz így olyan emberek véleményét, akik szintén a sorozat után akarták elolvasni, és hogy így nem akarok Bridgertont olvasni könyvben konkrétan, mert úgy érzem, hogy a Bridgerton tipikusan az a példája, hogy a sorozat nekem jobban tetszene, meg azok a részei, azok a részek tetszenek, ami nincs benne a könyvben, tehát ami egy új dolog benne, és nem a könyvből van. Meg hát igen, ugye a plot miatt néztem. Jó volt, tetszett egyébként, tehát itt is egy idő után már sok volt a nem lehetünk egymássé, tehát hogy nem is értettem, hogy miutána meg egyből megoldódott a probléma, mindegy, de hogy sokkal kevésbé irritált, mint az első évadban. Igen. Következő, és az utolsó gyakorlatilag. Azt hiszem tavalyi, de egyébként lehet, hogy már nem is tavalyi. A legendás állatok harmadik része volt. Tehát már a Grindelwald büntettei, és egy számomra egy katasztrófa volt, amikor a moziból úgy jött ki az egész család, hogy ez nem érte meg a pénzét. Ezt már szerencsére HBO-n néztük. Úgyhogy kvázi ingyen volt, csak ugye nem, mert az HBO előfizetés, de mindegy. Én már nem tudom, hova megy. Hova megy ez az egész? Szerintem senki nem tudja, hova megy ez az egész. Nem is értem, nem találom az értelmet, nem találom az összefüggéseket. Rohadt hosszú, semmi nem történik. Nem. Tehát ez az egész legendás állatok rész, ez... Ennek arról kellett volna szólni, hogy Newt megy az állatkákkal dolgokat csinálni, és így ennyi, tehát... És még mindig bazi messze vagyunk a végétől időben is, szóval igen. Nem tudom, láttam, hogy sokaknak nem tetszett az új Grindelwald, meg ilyenek. Őszintén, igen, annyira hidegen hagyott az egész. Mármint, hogy ha még jó lett volna a Grindelwald büntettei, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy így érdekelt volna. De jelen esetben a Grindelwald színész lecserélését is körülbelül úgy éltem meg, mint amikor Dumbledore-t lecserélik a Harry Potter filmekben, hogy nagyon sokáig föl se tűnt, hogy másik a színész, és ha nem írják mindenhol, hogy úristen, miért kellett a Johnny Deppet kivenni a szerepből, akkor most se nagyon tűnt volna fel, hogy más a színész, mert annyira hidegen hagyott, már csak megnéztem, mert tudod, bennem volt ez, hogy hát, ha meg tudom, hogy az első trailer az egész izgi volt, aztán leültem megnézni a filmet, és így ültem, hogy nézem, ébren vagyok. Igen, szóval
És még ebből elvileg lesz kettő. Na mindegy, tehát nem. Ez abszolút már a legendás állatokat én így elengedtem teljes mértékben, tehát megpróbáltam, nem sikerült. Ettől függetlenül nyilván, hogyha lesz új része, valószínűleg meg fogom nézni, mert a remény hal meg utoljára, de... Ha csak a következő két rész még nem hoz valami megváltást, akkor a második, harmadikat soha nem fogom újra nézni. Az első jó volt, az elsőt szerettem, de a második, harmadik az kritikán aluli, szerintem. Ugye ez mind személyes vélemény, és senkinek a véleményének nem kell ezzel megegyeznie. Na mindegy. Szóval, ez lenne így nagyjából a véleményem azokról az adaptációkról, amik 2022-esek, és láttam is őket. De összességében amúgy egész jó. Én úgy értem, vagy hát amúgy egy csomó nem tetszett. Na mindegy, a Heartstopper volt a legjobb, ez torony magasan, ez elég egyértelmű. Úgyhogy elnézzetek Heartstoppert, a Heartstopper ilyen jó, nagyon jó, imádjuk a Heartstoppert. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!